Székesfehérvár egyik legrégebbi képzőművészeti alkotóműhelye a közel fél évszázados múltra visszatekintő Kondorkör, a város kulturális és művészeti életének meghatározó szereplője. A fiatalokat és az idősebb korosztályt egyaránt megszólító alkotói közösség ezúttal a Kulturális és Közösségi Központ kiállító tereibe invitálta meg a képzőművészet barátait. Piros rózsát szedhetnék, szívem megújulna. A megnyitón Csörsz Rumen István és Palóc Réka a Muzika Historika Együttes tagjainak műsorát és Vágó Bendegúz versmondót is meghallgathatta a szép számú érdeklődő. Idén egészen meglepő módon több mint 60 ember fordult meg szeptember óta a szakkörünkben. Ennek a kicsit nagyobbik fele, talán olyan 40 ember a gyerek szakkörben, és a maradék pedig a felnőtt szakkörben, és nagyon sok kiváló tehetség van közöttük, és nagyra értékeljük azokat is, akik pedig hobbiból járnak hozzánk, tehát nincsenek nagyra törő terveik, nem művészpályára készülnek, de mégis lelkesen járnak hétről hétre. Srenk Rita köszöntőjében büszkeségének adott hangot, hogy a művészeti kört választó fiatalok tehetsége megmutatkozik abban is, hogy szinte mindegyikük bekerült a vágyott művészeti oktatási intézménybe. Törekszünk arra, hogy azokat a klasszikus alapokat, amik a képzőművészet oktatásban azt gondolom, hogy több évszázados múltra visszatekintenek, tehát akár a reneszánsztól kezdve mondjuk a klasszikus tanulmányok, amik készültek, és amik az akadémista oktatásban benne vannak, törekszünk rá, hogy ezek átadjuk, de közben meg, hogyha valaki amatőr alkotóként csatlakozik hozzánk, akkor nyilván nem erőszakoljuk rá ezeket. Tehát a lehetőséget felkínáljuk, instrukciókat adunk, hogyha igényli. Örömteli, hogy sok ma már ismert és sikeres művész is tagja volt a körnek. A képzőművészek mellett iparművészek, építészek, restaurátorok, rajztanárok is, akik természetesen megjelentek a kiállításon is, amelyet március 10-éig tekinthetnek meg a művészetkedvelők az intézmény nyitvatartási idejében.